Fegyverkalibrálás nélkül nem célszerű csatába indulni, így a Nagy Mihály völgyében csatázó airsoftosok is elvégezték ezt a fontos mozzanatot a harci szimuláció előtt. A gyengébbik nem körében is közkedvelt a nem éppen könnyűnek számító sport. Mindig is ki akartam próbálni, ugye próbáltam már a paintballt, és így késztetést éreztem erre, hogy kipróbáljam az airsoftot. Ugye van egy ismerősöm, aki airsoftozik a KMGT-ből, és akkor megbeszéltem vele, hogy hát akkor szeretnék eljönni, és kipróbáltam az első alkalom, és rájöttem, hogy nekem ez tetszik, és akkor volt egy ilyen kitűzött célom, hogy mondjuk egy 10 játék után, jó, akkor már elkezdek fegyvereket venni, de hát ez sokkal előbb megtörtént, és hát azóta igazából játszom ilyen több mint fél éve, vagy nagyjából fél éve. Volt, aki közelharci fegyverekkel, volt, aki távcsöves mesterlövész puskával vágott neki az összecsapásnak. Gyakorlatilag egy háborús szimulációs játék az egész. Mi például a csapattal 10-en jöttünk körülbelül, ide 6-an csináljuk egyébként. Pécsről jöttünk a KMGT Airsoft csapatból, Kozár Istenben van egyébként a székhelyünk, de alapvetően Pécsen és környékén játszunk, Baranyában, Dél-Baranyában elsősorban. Én speciál 6 éve, de több mint 10 éves tudtommal a csapat. Elsősorban egy ilyen oroszos alapmintát követünk, kalasnyikovokkal, hasonlókkal, de elég vegyes a társaság. Sok sporthoz képest egyébként jelentősen olcsóbb, tehát egy ilyen vadászatnál, horgászatnál sokkal olcsóbb. Én úgy gondolom, hogy 100 000 forintból azért egy jó kezdő felszerelést mindennel fegyverrel együtt össze lehet rakni. Fegyverbe! Az airsoftot bármilyen terepen lehet játszani, és a játékszabályok is kötetlenül választhatóak az összecsapások előtt. Feladatok között az egyik az, hogy indítaniuk kell egy vizes rakétát, és a vizes rakéta indítása után pedig egy bombát kell elhelyezzenek egy vödörben, ami egy ilyen füstgránát szimuláció egyébként, és utána meg párhuzamosan ezzel meg kell védjék a saját bunkerüket. Változatos terepakadályok vannak egyébként, különböző gödrök, amik a pálya adottságai, illetve vadcsapásokból csináltunk ösvényeket. A játékosokat külön megkértük arra, hogy mindenki vigyázzon a bokájára, a sérülésekre nézzen a lába elé, és ezt ilyen kifejezetten airsoft botlóaknákkal erőltetjük, hogy mindenképpen nézzek a lábuk elé, különben ott esetben visszaállási pontra kell sétáljanak, hogyha nem tettek így. Az eseményeken rendszerint lehetőség van fegyver és felszerelés bérlésére is, így az ember elkötelezettség nélkül kipróbálhatja a sportágat.